fesztivál időpontját és helyszínét szeretném elsőként elmondani. Szeptember 8-án, egy vasárnapi napon fogjuk megrendezni ebben az évben. A helyszín az a Vasas Fáj utcai sporttelepe lesz. A magyar foci akkor volt jó, amikor mindenki focizott. Ott az órásoknak volt csapata, a pékeknek volt csapata, a diákoknak volt csapata, a különböző műszakoknak volt csapata, a trafikosoknak volt csapata, és a focifesztivál ezt a hangulatot hozza vissza. Minél többen fociznak, annál jobb lesz a magyar labdarúgás. Nem feltétlenül az élsport, vagy nem feltétlenül a profi futball, hanem annak a úgy mondjam, a feelingje, vagy a közege, mert hogyha mindenki focizik, akkor ez egy közös téma lehet. Ez a harmadik foci fesztivál lesz. Az első foci fesztiválon újra játszották a Magyarország Szovjetuniója 1986-os döntőt. A második foci fesztiválon a Barcelona és az Espanyol öreg fiúk csapatával pályára léptek a régi legendák. Idén ismét lesznek legendák, de Szabó László, az esemény főszervezője, még egyelőre nem hatalmazott fel arra, hogy ezt eláruljuk, de azt gondolom, hogy az én gyerekkoromnak a nagyjai közül megint lesznek olyanok, akiket érdemes kilátogatni. Meg hát ugye a Fáj utcában szeptember elején bízom benne, hogy olyan fociláz lesz, hiszen ne felejtsük el, hogy a magyar női válogatott szeptember elején Romániával mérkőzik meg Gyulán, az U21-esek a bosnyákokkal játszanak, és utána következik a román-magyar Bukarestben, majd a magyar ész Budapesten. Utcába, és látják azokról a legendákról elnevezett pályákat, mert ugye ezeket a műfűves pályákat legendákról nevezték el, Farkas Jánosról, Mésző Kálmáról, Ihász Kálmáról. Biztos, hogy egy olyan élmény, amely azt sugallja, hogy focizni jó. És még akkor is, hogyha ha az eredmények nem mindig olyanok, amilyeneket szeretnénk, de focizni, a foci játékot űzni, azzal a lelkesedéssel, amelyel csak ezt a játékot lehet, az mindennel versengő és semmivel sem összehasonlítható élmény.